Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Regió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 35. adásában. Mai témáink: a Zsámboki Postagalamsport Egyesület működése, a Galgahévízi Nyugdíjas Egyesület élete és programjai, az eskükereszt és a koronázási ékszerek a kapuházas pár kezemunkái. Tartsanak velünk ezúttal is! Mai vendégünk a Zsámboki Postagalamsport Egyesület vezetője, Bajnóci István. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiómban. Én is üdvözlöm a televízió nézőit. István, mikor alakult Zsámbokon a Postagalamsport Egyesület? Zsámbokon a Postagalamsport Egyesület 1975-ben alakult, 12 fővel, kizárólag helyi galambászokból. Időközben csatlakoztak hozzánk szomszédfalvak galambászai, így 90-es évek közepére több mint 20 fő alkotta már az Egyesület taglétszámát, ami a jelen pillanatban 35 fővé duzzadt. Így a környék, de mondhatnám az ország egyik legnagyobb egyesületévé nőtte ki magát. És mennyi galambot számlál a Zsámboki Egyesület? Versenyre körülbelül 500 galambot fogunk az idén már küldeni. De ami azt jelenti, hogy ez mögött még természetesen a tartalékok és az otthon lévő galambokkal, ez 1500 galambot tartunk, ami a versenyt is szolgálja tulajdonképpen. A térségben vannak még más egyesületek? Igen, a környezetünkben Aszód, Kartal, Nagy Kökényes, Lőrinci, 60 térségéből tevődik össze a 07-es tagszövetség, ami összefogja ezeket az egyesületeket, és amelynek keretein belül a versenyeket rendezzük. A versenyekre a galambokat vállalkozó szállítja a tagszövetségi felépítménnyel. Ezekhez csereketrecek tartoznak, ami meggyorsítja a galambokra a szállítást, illetve a bepakolást a versenyekre való szállítás kapcsán. Bajnóci úr, hogy zajlik egy ilyen postagalamb verseny? Mi a menete egy ilyennek, vagy mik a feladatai az állatoknak? A postagalamb verseny úgymond egész évben galambokkal foglalkozni kell ahhoz, hogy a versenyeket eredményesen teljesítsék ezek a kis állatok. Természetesen a téli felkészítéshez hozzátartozik a kötelező oltások, egészség, fenntartás, és április közepén kezdődnek a tréning utak, amik felvezetik a 12 utas versenyből álló kerületi bajnokságot. A kerületi bajnokság május első hétvégével kezdődik, június végéig, 12 hétvégén röpülnek ezek a madarak versenyszerűen. Hát úgymond nagy hozzáértés és sok idő kell ahhoz, hogy a galambokkal együtt éljünk, a galambok minden változását észleljük ahhoz, hogy melyik galambot mikor lehet útra küldeni, hogy az a galamb az jó időt teljesítsen a versenyeken. Milyen a jó galamb? Hát a jó galamb az, ami a versenyutat a legrövidebb idő alatt teljesíti, az a bajnok galamb, a győztes galamb, ugye, amelyik a leggyorsabban teljesíti. A bajnokság az elküldött galambok 30% adja a listát, pontrendszert kapcsolódik hozzá, és az év végén a 12 versenyút alapján a pont utankénti pontok összeadásával alakul ki a csapatbajnokság, illetve az egyéni bajnokság. Egy galambnak hány kilométert kell megtennie egy ilyen versenyen? Versenyeink 100 kilométertől jelen pillanatban egy 750 kilométeres würzburgi útig van betervezve. Ez éves szinten versenyszerűen 5200 kilométert kell teljesítenie egy-egy eredményes galambnak. Ez eléggé nagy szám, és milyennek kell lenni a jó galambgazdának, hogy a galambokat egy ilyen, úgymond, nagy versenyre felkészítse?
Hát a jó galambgazdának szó szerint majd, hogy nem együtt kell élni a galambbal, de minden szabad idejét velük kell tölteni. Mint mondtam az előbb, hogy a galambokon minden változást és a galamboknak minden rezdülését észre kell ahhoz venni, hogy a formában lévő galambot tudjuk betenni a versenyekre, ugyanis azok hozzák az eredményeket. Az ellátás sem elhanyagolható. Jelen pillanatban egyre több fajta keveréket tudunk a galambjainknak biztosítani. Minél több magból áll egy keverék, annál energiadúsabb, annál hatékonyabb, annál több épül be a szervezetbe. Ez mellett különböző takarmánykiegészítőket forgalmaznak még postagalamb sportra specializálódó cégek. Harmadik legfontosabb tényező pedig az egészség folyamatos fenntartása. Tehát akkor egy külön iparág épül ennek a sportnak a támogatására. Na most milyen fajta versenyek vannak az országban? Tehát említette a kerületi versenyt, de gondolom létezik országos. Igen, az alap, tehát az elküldött versenyből egyesületi szintű versenyeket tudunk csinálni. Egyesületi bajnokságot, tagszövetségi bajnokságot, zónabajnokságot, több tagszövetségnek az összeállásával zónabajnokságot, illetve nemzeti bajnokságba szerepelnek a galambok. Amikor a megfelelő kiírásokhoz szerint tudunk létszámot küldeni, mert a nemzeti bajnokság kiírása például 50 fő, 800 illetve 1000 galamb küldését teszi lehetővé, illetve ez ennyi az igény. Amikor ennyit nem tudunk elküldeni, akkor sajnos a kisebb szintű bajnokságokban szerepelnek a galambok. És országos szinten a zsámboki csapat mennyire eredményes? Hát szép eredményekkel büszkélkedhet az A50-es egyesület tagjai, mert több nemzeti bajnoki címet szereztek, nemzeti champion címet, tehát egyéni bajnokságban jó szerepeltek. Aztán bízunk benne, hogy ez a jó szereplés, ez folytatódik a jövőben is. És nemzetközi szinten? Tehát az országunk hogy áll postagalom sport? Nemzetközi ilyen? Szinten kettő évente postagalom olimpiát rendezünk, rendez a Nemzetközi Postagalom Sport Szövetség, ahová már zsámbogi galamb is jutott ki, úgyhogy nemzetközi szinten is úgymond láttatjuk magunkat. Milyen jövője van 2012-ben a postagalam sportnak az országban, vagy így helyileg zsámbok környékén? Mik a negatívumok, a pozitívumok a sporton belül? Sporton belül sajnos igen, vannak negatívumok is. Kevés az utánpótlás. Hát akik ezt az egyesületet megalakították, azok sajnos hát már 50-60 év körül járnak, és hát az internet, a számítógép, a technika bejövetelével a fiatalok nem igazán értékelik ezt a kikapcsolódást, ezt a sportot. És én úgy látom, hogy az életkor előre haladtával talán végesnek látom ezt a sportot egy belátható időn belül. A zsámboki egyesület várja az újoncokat, az új tagokat? Mindig szeretettel vártuk. Hát talán lehet, hogy nálunk van a 9 egyesület legfiatalabb tagja, aki jelen pillanatban most 14 éves. Tavaly kezdett galambászni. Fiatalok versenyén már remek, szép eredményt ért el, serlegeket kapott a tagszövetségi díjkiosztón. Bízunk benne, hogy egyre szebb eredményeket ér el ez a fiatalunk. Hát a kiöregedéssel kapcsolatban sajnos ugye ez óhatatlan, hogy hát eltávoznak közülünk az idősebbek, illetve hát akik eltávoztak, és hát az ő emlékükre, főleg halottaink emlékére emlékversenyeket szoktunk rendezni, amit vándorserleggel díjazunk évvégén az egyesületi díjkiosztón. Az érdeklődők hol tudnak
információt szerezni a zsámboki egyesületről, hogy hol tudnak jelentkezni esetleg az egyesület tagságában? Az egyesület címe az jelen esetben az én lakáscímem, illetve telefonszámom van, de az egyesület bármely tagjánál lehet jelentkezni, akik hát természetesen továbbítják és összegyűjtjük ezeket a kéréseket. Természetesen mindenki olyat, aki komolyan gondolja a galambászatot, azokat szívesen látunk és fel is veszük az egyesületből. Köszönöm szépen Bajnó Uci úrnak, hogy eljött hozzánk és bemutatta a Zsámboki Postagalambsport Egyesületet és magát ezt a sportot. És remélem, hogy ez kedvet csinált a fiataloknak ahhoz, hogy kipróbálják ezt a sportot és jelentkezzenek akár a Zsámboki Egyesületbe, akár másik egyesületekbe. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, és köszönöm Bajnó Uci úrnak is, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást. A Galgahévízi Nyugdíjas Klub a tavalyi évben ünnepelte 25. évfordulóját, és ez alatt a 25 év alatt rengeteg csodaszép eredményt és eseményt tudhatnak magukénak. Vendégeim a stúdióban a Szociális Munkabizottság elnöke Botos Alajosné Anikó néni, valamint a második Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület elnöke Botos Alajos, Lajos bácsi, és az elnök helyettes Csákány Lászlóné Ica néni. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Elsőként Ica nénivel szeretnék beszélgetni, méghozzá arról, hogy ugye ez a Galgahévízi második Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub, ez mára már egyesületté vált. Hogyan történt ez a múltban? Hát ez, mint említetted is, ugye 25 évvel ezelőtten nyúlik vissza. Hát az 1980-as évekbe, vagy évek elején a falu férfiai itt a pincehelyiségbe összegyűltek, kártyáztak, beszélgettek, megvitatták a faluban történt dolgokat, sőt a nagyvilágban történt dolgokat is. És annyira összebarátkoztak, hogy egyszer úgy megfordult valaki fejébe, hogy mi lenne, ha egy klubba alakítanák ezt a kis összejövetelt találkozásokat. És 1986-ban 34 fővel meg is alakították a második Rákóczi Ferenc Nyugdíjas klubot. Hát ugye akkor még csak férfiak voltak, hát másképp lehetett, csak férfiak voltak a klubban, ugye. De később már annyira bővült a klubtagoknak a létszáma, hogy utána már nőket is fölvettek a tagok közé. És úgy kezdetben arányosan megoszlott, hogy vegyesen voltak férfiak, nők, nem úgy, mint most, hogy már most javarész csak nő klubtagok, illetve egyesületi tagok vannak. Hát elnökének, a klub elnökének Gyetva Jánost választották, a pénztárosnak pedig Lukács Mihályt választották meg. Hát ők nagyon szorgalmasan csinálták a dolgukat, nagyon sokat jártak kirándulni, ismert meg Hazád mozgalom jelszó alatt, és hát nagyon tetszett a akkori klub tagoknak ez az egész egy társasági élet. Mi volt a fő célja egyébként ennek a klub megalakulásnak? Miért volt ez fontos az akkori életvitelben? Hát talán, hogy kicsit jobban összekovácsolja az embereket, a faluba élő embereket. Én úgy gondolom, hogy talán ez volt, hát ugye én még akkor nem, mert én 93-ban léptem be a klubba, de én úgy gondolom, hogy az volt ennek a célja, hogy jobban összekovácsolja a falu embereit. Hogyan alakult ez az elmúlt néhány év során aztán? Hát az elmúlt néhány év során bizony volt, hogy voltunk 140-en is a klubtagok, de olyan is volt, hogy csak 70 volt, és akkor így évről évre változott a klubtagoknak a száma, de volt, mondom, 145, azt hiszem, az volt a legmagasabb. Hát közben történt aztán sajnálatos eset, hogy Gyetvan János elhunyt, és utána Lukács Mihály pénztáros is elhunyt, és utána Hajdú Józsefet választották meg a klub elnökének, és hát az alatt
Hajdú József elnök úrnak az ideje alatt, és hát bizony nagyon sokat voltunk kirándulni. És ez alatt az idő alatt, hát nem tudom, gondolom említésre méltó lehet, hogy 91-ben az énekkar is megalakult, a Nyugdíjas Klubnak az énekkara. Hát amit említésre méltó talán az, hogy az első fellépősük Munkácson volt 95-ben. Uh-huh. Hát nagyon nagy sikerrel voltak, én még ott nem voltam, de nagyon nagy sikerrel jöttek haza, és ez adott nekik bátorítást, hogy a faluba is a falu ünnepeken és mindenféle megmozduláson részt vegyenek, és énekeljék a Szép Galga Hévízi dalokat. Az énekkar tagjai egyébként minden esetben ugyanazok voltak, akik a Nyugdíjas Klub tagjai közé is tartoztak? Igen. Vagy pedig voltak esetleg átfedések? Nem, mind a Nyugdíjas Klub tagjai közül tevődött ki. Hát az énekkar is 20 fővel indult akkor. Azután volt, hogy voltunk 25-en is, de ez csak egy-két évig volt, az a 25 fő. Hát most már sajnos csak 7-en vagyunk. Hölgyek. Igen, egy időben voltak férfiak, és ugye benne házaspárok is voltak, nem tudom, neveket említsek esetleg. Nyugodtan lehet. Hát olyan, mint a Kurunci házaspár, ugye Hajdú Józsi bácsiék szintén együtt voltak, akkor a Gregus Józsefék voltak együtt, most így, aki gyorsan így eszembe jut, akkor Halász Janiék, hát mondjuk ők már később léptek be az énekkarba. Nagy Jani, Nagy Jánosék voltak, így házaspárok. Á, nem tudom, most valakit, aki hagyok is, ne sértődjön meg, mert így hirtelen most ezek a régebbi tagok, illetve házaspárok jutottak úgy eszembe, hogy hát még az volt a szép idő, mikor olyan sokan itt azért a színpadon, meg bárhol szerepeltünk, és akkor ott szépen fölálltunk, szépen, nagyon szépen szóltak a Galga Hévízi nóták. A hát, csodaszép Galga Hévízi népviseletbe. Igen. Hát, amit itt látunk is egyébként, itt Szanéni megtisztelt minket ezzel, erre vissza fogunk majd térni mindenképpen, amikor beszélgetünk egy kicsit a jelenlegi programokról és fellépésekről. Jó. Arról már volt szó, hogy nagyon szépen szerepelt a népdalkör és a népdalcsoport a Nyugdíjas Egyesületben, de milyen eredményeket értek elők egész pontosan? 1995-ben a Vármegyeházán a Fekete Diódíjat kaptuk, 2000-ben Budakalászon aranyfokozatot kapott az énekkar. Egy pár év lazítás volt itt az énekkar munkájában, és utána 2008-ban Pázmándon ezüstfokozatot ért el, majd 2009-ben Sümegen kiváló aranyfokozatot, és 2010-ben Budapesten a Kárpát-medencei döntőben pedig kiemelt nívódíjat kapott az énekkarunk. Úgy tűnik, hogy akkor ez egy folyamatosan felfele ívelő karrier az énekkar életében. Hát igen, csak ugye most már nagyon nagy sajnálatunk, de csak 6 asszony van, hát most már nem tudom, hogy ezután mi fog történni, hogy ez a 6 viszi tovább, vagy... Tartani kell a megszerzett szintet. Hát igen, szeretnénk. És hát 2006-ban, ugye sajnálatos módon meghalt Hajdú József elnök úr is, és ezzel, illetve először megbetegedett csak, és akkor lett a klub egyesületté, akkor alakult át, és az egyesületi munkáról majd Botos Alajos elnök úr többet tud mondani, mert ő lett a tagság, őtet választotta meg elnöknek, az egyesület elnökének. És akkor ön pedig az elnök helyettes igen. lett ezzel párhuzamosan. Igen. Lajos bácsi, akkor önhöz szeretnék fordulni. Beszélgessünk egy kicsit az egyesületnek arról az időszakáról, ami önhöz kapcsolódik, illetve hogy egyáltalán hogyan került ön az egyesület élére, hiszen önök eredetileg nem Galga Hévízi származásúak. Ez igaz. Mi Budapestről kerültünk ki, 86-ban ide költöztünk a Galga Hévízre. És hát, és 2006-ban megkértek, hogy elvállalnám-e az elnöki tisztet. Hát 2006. december 27-én ez meg is történt, és akkor határozta el a közgyűlés,
hogy egyesületek leszünk. Tehát a Rákóczi Ferenc nyugdíjas egyesületé válását megszavazta a közgyűlés. És öt vezetőségi taggal, és akkor onnantól kezdve hát elindítottuk az egyesületté válást. Hát ugye be kellett adni a Pest megyei bíróságra ugye azt, hogy mi szeretnénk lenni, meg mit szeretnénk ugye csinálni, tehát tovább akarjuk vinni a galgahévízi hagyományokat, és akkor hát ugye beadtuk, a Pest megyei bíróság 2007. március 21-én be is jegyezte az egyesületet, amit még akkor nem került jogerőre, hanem az április vége felé kaptuk meg a határozatot, hogy igenis, hát akkor lettünk hivatalosan is nyugdíjas egyesületté váltunk. Akkor már a létszám már csak 86 volt. És hát onnantól kezdve hát elhunytak, és akkor utána újra hát feltöltődött egészen a 80-ig. És akkor hát... Tehát egy ingadozás volt, megfigyelhető a létszám tekintetében. És ugye azóta is mentek is el, tehát elhunytak, meg jöttek is, már újabbak, de az a helyzet, hogy hát nagyon sok idős ember van, ami azt jelenti, hogy 70%-a az 75 évnek fölöttiek. 30%-a, tehát a nők... Tehát bőven a nyugdíjas korosztály. Így van, és ugye... Hát az a helyzet, hogy a lányok azok 70%-a, a férfiak 30%-a az egyesületnek a tagjai. Ami hát megpróbáltuk ugye az újságokba, akkor az összejövetelünkön, meg különböző fórumokon, hogy hát jöjjenek közénk a nyugdíjasok, a fiatalabb nyugdíjasok, tehát akik most mentek el nyugdíjba, azok az emberek. És sajnos nem, valahogy nem akarnak, vagy nem tudom, hogy mi történik, hát de itt nem azoknak, akik esetleg beköltöznek, hanem itt a helyieknek is kéne lenni, pedig hát van mindenféle programunk nekünk is, hát most már azért a 25 éves évforduló alkalmával visszakaptuk a pincehelyiséget, az ICA szavával éljek. Nagyon szépen megcsinálták, úgyhogy most újra van egy helyiségünk, ahová... Ez a Galgahévízi Műveledési Háznak a pincehelyisége, amiről igen, és nagyon szépen rendbetettük. Hát ugye ezeket a polgármesteri hivatal megcsináltatta, mi kiszépítettük, mert tehát egészen jó, lehet menni. Hát lehetne jönni tényleg klub délutánokat úgy tartani, hogy kártyázni, beszélgetni, ilyesmi, vagy viszont hát jöhetnének új házaspárok is, és egyének úgy férfiak is, vagy nők, akik ugye újra beleolvadnának az énekarba, hogy hát vigyük ezt a gyönyörű népdalt tovább is, ugye, mert hát ez az öltözék csodálatos, a népdal csodálatos, és hát mondhatom azt is, hogy azok az emberek, akik benn vannak ebbe a egyesületbe, és tovább ugye megyünk itt ezen az úton, meg hát nem baj, hogyha visszük a Galgahévíznek a hírét, vagy hát azt, hogy milyen gyönyörű az egész dolog. Hát ezek az öltözetek, az ünneplő öltözet, akkor a hétköznapi öltözet is, aki viseli. Hát ezek vannak, úgyhogy nagyon jó volna, ha ezek mind mennének. Hát majd a feleségem az elmondja, hogy hát hol jártunk, mind jártunk, meg mi a következő. Hát én azért egy előjáróban azért elmondanám, hogy most is van tárgyalás alatt egy ukrán, hát úgy mondom a Kárpátok, már a magyar részre gondolok,
oda is egy ilyen csereüdülés, vagy testvérfalu, vagy testvérvárosnak, nem tudom, mégnek nevezzem, mert még ugye ott nem jártunk, így nem tudjuk, és most éppen az alatt van, szervezés alatt van ez is, úgyhogy különben jártunk mi már azért sok helyen, Erdélybe jártunk, akkor jártunk Kikindán, tehát azért sok helyen járt az a nyugdíjas egyesület már, azért is volna jobb, hogyha minél többen tudnának jönni, hát itt a tévébe megragadnám, hogy igenis jelentkezzenek, bátran jöjjenek, nem esszük meg őket, hanem szeretettel befogadjuk az embereket, pláne ugye aki itt született, azt meg aztán teljesen, hát most már minket is ismernek, ugye, és egész jó, hát én ezt kérném, hogy legyen egy ilyen, hogy jöjjenek, mert lehetne, mondom, hogy itt van a helyiség, nem csak énekelni, hanem más napokon is bármikor össze lehetne jönni. És akkor térjünk ki egy kicsit azokra a színes programokra, amelyeket nyújt a Nyugdíjas Egyesület a tagoknak, a résztvevőknek, hiszen a Szociális Munkabizottság vezetője Anikó néni, aki ugye nagyon nagy mértékben részt vesz, és kiveszi a részét a programok szervezéséből és megvalósításából. Mit mondhatunk, milyen programokat tudhat maga mögött a Nyugdíjas Egyesület az elmúlt időszakban, Anikó néni? Amikor készültünk erre a mai beszélgetésre, és elővettem a naptáromat, ahol mindig bejegyzem, hogy mikor, melyik hónapban mi történt, magam is meglepődtem, hogy januártól kezdve minden hónapban több esemény történt a klub életében, és akkor vegyük hozzá azt, hogy tényleg 75 éven felüli emberekről van szó, akik már ők maguk is többször betegek, nehezen mozgathatóak, otthon is végeznek mezőgazdasági munkát is, tehát azt kell mondanom, hogy inkább a énekkar, az a 14 ember, most már meg csak egy pár 6-7 emberre koptunk, ők azok, akik könnyebben mozgosíthatók a konkrét feladatokra. De most így akkor végig szaladnék, ha lehet, akkor úgy, hogy hónapról hónapra, mert annyira konkrét dolgaink vannak, hogy hála Isten tudom ezt így mondani. Januárt azzal nyitottuk, hogy volt egy egésznapos tévéfelvétel, az Echo TV szervezte faluturizmussal kapcsolatban, ahol a lányok felléptek, fánkot sütöttek, és hát egy kicsikét ott a többiek között ők is megmutatták, hogy ők is tudnak úgymond nyüzsögni, mozogni. Sürögtek, forogtak. Igen. Ó, hát az igen. Igen. Februárban következett a falu farsang, és akkor most itt úgy csoportosítanék, hogy most akkor itt egybekötném a faluval kapcsolatos tevékenységünket. Jó, persze. Tehát akkor azokon mennék így végig. Tehát februárban indul a falu farsang, tavaly mi kisdobosok voltunk, szerintem emlékszel ránk. Természetesen. Nem lehet elfelejteni. Elég jól sikerült. Hála Isten, jól meg tudtuk nevettetni a hallgatóságot. Az volt a legfontosabb, hogy vidámságot hozzunk az embereknek. Aztán ugye a falu ünnepek sorában következett a falunapok, a falunapi rendezvények. A falunapi rendezvényeken is ugye a szokásos fellépések, a szervezésbe való részvétel, meg is hívnak bennünket mindig a előkészületi munkákra, és akkor ott mindig konkrét dolgokat szoktunk vállalni. Aztán jött októberben a szüreti nagy rendezvény, mert most ez nagyobb volt, mint általában a többi. Hát itt azon kívül, hogy felléptünk, vendégeket fogadtunk, nálunk is voltak házaspárok, Icáéknál is, és több olyan klubtagnál, akik általában egyébként is részt vesznek a közösségi munkában. Akkor történt, hogy megkaptuk a klubhelységet is, a pincehelységet, tehát akkor adta át a polgármester úr. Aztán következett a falukarácsony, a falukarácsonyi ünnepségen való részvétel, majd ugye záródik ez a februári falufarsanggal, amikor emlékszel rá,
hogy az Arany Jánosnak a Bajusz című elbeszélő költeményét dramatizálva adtuk elő. Nem is olyan régen februárban. És ugye itt a lányok cigányként beöltözve, papa volt a Szűcs György gazda, akinek nem volt bajusza, és ugye a cigányok próbáltak neki varázsolni bajuszt, persze nem sikerült. Na most ezek voltak a falu rendezvények, de egyébként is ugye részt veszünk mi felkérésre a képviselőtestület munkájában. Ebben az évben például beszámoltunk az éves tevékenységünkről októberben testületi ülésen. Azon kívül kikérték a véleményünket a falu rendezési programmal kapcsolatban. Megmondom őszintén, kemény dió volt, mert hatalmas anyagot kellett ahhoz áttanulmányozni, és ehhez egy csomó jogszabály is kapcsolódott, hogy valami értelmes véleményt tudjunk erről mondani. Hogy én úgy gondolom, hogy sikerült, és ezt is időben leadtuk. Egyébként pedig azt még el kell mondanom, hogy a hivatallal nagyon jó az együttműködésünk, képviselőkkel, polgármester úrral, bármilyen segítséget kérünk, emberi módon megbeszélve, ami lehetséges, mindenben támogatnak bennünket. És ha már az együttműködésnél tartok, külön kiemelem a művelődési házzal való együttműködést. A Darnyiknő Margit Károly el kell mondani, hogy mindenben, tehát kellékek elkészítése, meghívók készítése, ha színház látogatást szervez, akkor mi is bekapcsolódhatunk, tehát nagyon-nagyon jó az együttműködésünk. Tehát ez így volt így a falu program. Na most akkor egy pár mondatot arról beszélnék, hogy nagyon jó a környező községekkel a kapcsolatunk. Turával, Hévízgyörgyel, Baggal, Ikladdal és a többiekkel. Ahová hívnak bennünket fellépni, oda mindenhová elmegyünk. Én itt most itt ugye néztem hónapról hónapra, szinte minden hónapban voltunk valahol, Turán kétszer is voltunk, voltunk Hévízgyörgyön is. Ezek azon kívül, hogy fellépések, még ilyen bulizásszerű dolgok is, amikor elfelejtjük, hogy reumatikus problémáink vannak, és akkor ropjuk a magyar néptáncot ott. Tehát nem csak kötelesség, hanem egyfajta szórakozás egyfajta is, minden szórakozás, egyes ilyen alkalom. Minden egyes ilyen alkalom is. És hát például kiemelném még, ugye minden évben járunk az idősek világnapi rendezvényre, Aszódra. Igen. Ott is részt veszünk, akkor a Bagi Majálisokon. Gyakorlatilag hónapról hónapra, minden hónapra van programunk kirándulni. Az elmúlt évben kétszer mentünk, voltunk Demjénben és Tiszakécskén. Mind a kettő ragyogó jó fürdőhely. Azért azt el kell mondanom, hogy a szervezésnél még itt is akadtak problémák, ezt ICA szokta szervezni, és bizony újságban, személyesen, telefonon, tehát a lelkünket kibeszéljük, hogy legyen tele az autóbusz, mert akkor gazdaságos a kihasználtsága. Old Hévízről már itt a papa, mert én így mondom a férjemet, mióta nagyszülők vagyunk, így hívom őt, már mondott egy-két szót, itt csak annyit kiegészítésül, hogy többször voltak ők is nálunk, az Old Hévíziek. Családi szoros kapcsolatok is alakultak, most például az egyik barátunk fiának az esküvére készülünk májusba, de ők is voltak már nálunk, és voltak falu szintű közös látogatások. Ilyen volt ugye, mikor július, azt mondja... A falu ünnep alkalmával is találkozhatunk. Igen, de júliusban voltatok három napig Old Hévízen. Tehát oda-vissza abszolút oda-vissza, jól működik ez a dolog. Jól működik, igen, ez a kapcsolat, és ugyanígy a kikindaiakkal, akik viszont ugye szüreti rendezvényre voltak meghívva, és ők vendégeink voltak, és a egyesületből is ugye voltak egy nagy fesztiválon, ahol nagyon sokan vettek részt, és jól érezték magukat.
Még csak, bocsánat, beszéltünk itt már a kirándulásokról, programokról, de azért hadd mondjam el, hogy fontos része a munkának a beteglátogatás, tehát az emberekkel való kapcsolattartás. Tudjuk egymásról, hiszen egy kis közösségbe élünk, hogy ki beteg. Olyankor aztán megosztva egymás között, vagy akár együtt is elmegyünk és elbeszélgetünk. Szerintem ez jelenti a legtöbbet ezeknek az idős embereknek. Olyankor bizony egy-két óráig ott elüldögélünk és hallgatjuk a vidám vagy éppen szomorúbb dolgokat. Úgyhogy ez is itt egy nagyon fontos munka. És az ember megpróbál oda-vissza segíteni a másikon, hiszen mindenkinek megvan biztos a saját maga problémája, de egy közösségben ezt sokkal könnyebb orvosolni. És ugye... Bocsi, Barbikám, még azt elmondanám, hogy azért még külső, tehát a névfőiskolával is tartjuk a kapcsolatot, ott egészséges konyha sorozat főszervezői vagyunk. Ez konkrétan a vegetáriánus étrendnek az előnyeit ismertető sorozat, és ebben előadót biztosítunk, és ételt készítünk, kínálunk. Ugyanakkor már olyan szinten mozgunk, hogy Gödöllőn is részt vettünk a Cukorbetegek Klubjának az összejövetelén, ahol arról volt szó, hogy hogyan lehet a cukorbetegséget természetes gyógymódokkal leküzdeni. Ennyi, és azt gondolom, hogy azért ez így elég színesnek tűnik. Mindenképpen nagyon színes, nem csak a programok tekintetében, hanem itt volt már szó a népviseletről is, ami ugye egy nagyon sarkalatos pont itt az Egyesület életében, hiszen a galgenvízi hagyományok képviselete, amit már Lajos bácsi említett, az még inkább tündököl ebben a fajta megjelenésben. És akkor Itza néni felvette nekünk ezt a kis gyönyörűséges népviseletet. Egy picit a tévénézőknek meséljünk arról, hogy mi az, amit itt láthatunk, csak így lentről fölfelé szaladjunk végig, hogy miből áll a galgenvízi népviselet. Hát lentről fölfelé kezdeném a panklis cipőt. Ugye ehhez a viselethez ez illik, régi őseink ezt vették föl hozzá, hát ezt mi is ápoljuk tovább. Továbbitték a hagyományt. Igen, és ugye nem a nejlon harisnya, hanem a pamut harisnya. Az való hozzá. És hát ugye utána van a posztószoknya, ami az alatt van, hát az nem mondom. Azok az alsó szoknyák? Azok az alsó szoknyák, igen. Azt most nem mutatjuk meg. Meg lehet mutatni, mert most azon nem múlik. Van egy jó, sok pendő. Alsó szoknya van. Tehát én rajtam kettő alsó szoknya most van. Éppen, igen. De van, aki fölvesz harmad, négyet. A régebbiek, akik még most vannak egy páran, akik hordják ezt a népviseletet hétköznap is, hát azok még bizony a nagy ünnepeké hármat, négyet is fölvesznek alsó szoknyát, és úgy rá a posztó szoknyát. Minél hát, szebb tartása legyen igen, a szoknyának. Igen, de hát ugye én nem is voltam soha bőszoknyás, én csak azóta viselem ezt, mióta az énekkarba beléptem, de szeretem. Hát a posztó szoknyáról annyit, hogy hát bizony ma ez is több mint 100 éves, mert még ezt szegény édesanyámtól örökölte. Hát az ugye, az most lenne 90 éves, hát már, szóval több mint 100 éves, igen. Hát posztószoknya nagyon sok színben van, van pirosba, zöldbe, megy színbe, bordóba, feketébe, szóval szivárvány minden színébe mondhatom. És itt megvolt, hogy melyik ünnepen, nagy ünnepen melyik posztószoknyát vették föl. Én úgy tudom, hogy a legnagyobb ünneplő a piros posztó volt. Én a az volt a legelterjedtebb. Igen, hogy az volt a legnagyobb ünneplő, és a piros posztó. Ugye a fekete posztót azt ilyen nagyböjtbe, adventba olyankor vették igen, jobban igen. föl. Hát a zöld posztót, azt meg hát másik vasárnap, mert ugye vasárnap akkor mindig posztószoknyában mentek az asszonyok. Természetesen sőt, a lányok, ugye, mert akkor igen. még a lányok is hordták régen a misére. Aztán voltak egyszerű ráncos szoknyák, ilyen kartonanyagból, hát annak is megvolt az ideje, hogy mikor vegyék föl, vagy vették föl. Azt hiszem, én úgy tudom, hogy a bálba posztószoknyába soha nem mentek a
régi fiatalok, hanem ott mindig az a nagyobb ünnepekre igen, volt. Igen, csak a végig ráncos szoknyába mentek a bálba. Aztán, hát, ha följebb megyünk, akkor látunk egy csodaszép blúzt igen, is. Igen, hát ez egy barsony nyúló, ugye, mert igen, Galga Hévízen, a hivatalos nevén a nyúló. Igen, ugye más községben más a neve, de itt Galga Hévízen ez a neve, hogy nyúló. Hát ez barsony, hát ezt már én himeztem, de ugye a nagyon régi nyúlókon azon gépi hímzés van. Igen, hát passzol a posztó szoknya mintájához igen, általában. Igen, mindig. Igen. Hát ugye a fejet, azt, hát vannak ezek a szövetkendők, most én olyat kötöttem, akkor télen ugye barsonykendőt szoktak kötni, annó régen. Időjárástól függően igen. Természetesen. Vagy voltak ezek a fekete posztókendők, aminek a szélében nagyon szép színes virágok voltak varva. Hát én azt hiszem, hogy ez volt, és hát volt olyan népviselet, illetve nekünk is van, ahova föllépésekre szoktunk menni, vagy nyáron, ha olyan ünnepség van, illetve itt is, ha föllépés, hogy hát ugyanúgy a posztószoknya az megvan, és van hozzá egy fehér, fodros, ujjú félingünk, meg egy pruszlik. Hát az áll egy fekete mellény, és akkor az is ugyanilyen, így ki van hímezve. Igen, és hát vagy piros tirolykendőt kötünk hozzá, vagy van fékötőnk, a csipkés fékötő. Ami általában az asszonyoknak szokott megjelenni. Igen, igen, igen. Hát ugye régen azt a fiatal menyecskék hordták a fékötőt, ugye az idősebb asszonyok azok már inkább hátra kötötték a piros tirolykendővel a fejüket. De hát ugye most a hagyomány őrzés szempontjából, ha mi is föltesszük a féketőt. Meg kell mutatni mindenkinek. Igen. Itt van, én köszönöm, hogy megtisztelt minket ezzel a csodálatos viselettel. Nagyon szívesen. És... bocsánat, én úgy gondolom, hogy annyit még illik megemlíteni, hogy az alapító tagok közül már csak ketten élnek. Bozlék Miska bácsi, meg Mészáros Vendel. Hát most így a tévén keresztül is kívánok nekik nagyon jó egészséget még, hogy még egy pár évig legyenek közöttünk. Viszont kívánom nekik én is, és önöknek pedig azt kívánom, hogy szintén nagyon-nagyon jó egészséget, betegségmentes hosszú éveket, és sok-sok tündöklő programot a további évekre köszönjük is a nyugdíjszegyesületnek. Köszönjük. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük. Köszönjük szépen. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiókban a Kapuházas párt, Kapu Lajost és Kapu Júliát. Velük már találkozhattak a kedves nézők pár hónapja, hiszen ők készítették el a nemzeti és egyházi erekék hiteles másolatát. Azóta számos helyen és nívós rendezvényen vettek részt az erekékkel. Merre jártak ezek az ékszerek, és mi történt az utóbbi fél évben? Augusztus óta, mert hát ugye augusztusig tudják a kedves nézők, hogy hol vettünk részt és milyen alkalomból. Augusztus óta részt vettünk Budán a Katolikus Gimnázium jótékonysági estjén a koronázási ékszerekkel, ahol egy festményt is átadtunk ajándékba. Ezután Budapesten az Országos Cserhát díjkiosztó gálán vettünk részt a teljes erekje sorozatunkkal. Ezen a gálán mi is Szent István emlékérem aranyfokozatát kaptuk meg. Salgótarjánban is részt vettünk egy nemzetközi lovagavatáson. 14 országból voltak posztulánsok, illetve vezetőségi tagok. Így köztük Máltáról és Jeruzsálemből is. Aszódon is részt vettünk október 23-án a megemlékezésen, és egyúttal ott állampolgársági eskütétel is volt. Bagon vettünk részt a Mária napon. December 26-án a Bagi templomban átadtuk a Szent Család olajfestményt a templom részére, illetve a bagi lakosok részére. Február 19-én, tehát ez év 19-én a Váci Dómban vettünk részt, szintén a teljes kollekciónkkal. Itt a Kolping Egyházi Egyesület
is részt vett, illetve közösen szerveztük ezt a szép napot. Itt is átadtam egy Szent Család festményt a Váci Székesegyház részére, és február 25-én a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány rendezvényén is ott voltunk Domonyban. Hát ezek voltak, amit augusztus óta elmentünk, részt vettünk, és örültek nekünk. Ugye, kedves Júlia említette, hogy volt egy festmény, amit átadtak, de itt áll mellettünk a stúdióban egy másik kép. Mit ábrázol ez a kép? Ugye történelmi alakok vannak rajta, de mondjuk el a kedves nézőknek, hogy kit láthatunk a képeken. Szent István látható rajta, felesége Boldog Gizella, a fiúk Szent Imre és Szent Imre nevelője Szent Gellért. Ez a festmény lett átadva, vagyis hát egy ilyen festmény lett átadva a Váci Domnak és a Bagi templom részére is. Ez, ami most itt van mellettünk, ez a Mária Besnyői Nagyboldogasszony bazilikába lesz elhelyezve. Mitől különleges ez a kép? Vagyis ez a csoport, tehát hogy Szent István, Szent Gellért, ugye Boldog Gizella és Szent Imre. Hát ez is ugyanúgy erekje. Erekje, és tavaly ősszel került az eredeti festmény a székesfehérvári székesegyházba, és ez is ugyanúgy állami erekje. Tehát úgymond a Szent Család akkor, a magyar, az magyar első magyar Szent Család, igen. És ugye ez alatt a pár hónap alatt elkészült végre az eskükereszt is, ami itt látható az asztalunkon. Akkor megkérem Lajost, hogy beszéljen arról, hogy hogyan készült ez a kereszt és mennyi idő alatt. Hát ez a kereszt körülbelül 2 hónapos munka volt. Hát hidegen kovácsolt mű, amit hát nagyon nagy szívvel csináltam, mivel ennek az egésznek az volt a apropója az összes erekéknek, köztük ennek is, hogy az emberekkel, magyar emberekhez közel vigyük ezeket a erekéket, nemzeti és a egyházi erekéket, mivel sokan nem tehetik meg azt, hogy ezt közelről lássák ezeket. Na most ezeket olyan helyen tárolják, őrzik, nem is tárolják, őrzik, egyházakba, illetve tehát a nemzeti erekét, azt benne a koronázási ékszereket, azt a parlamentbe, illetve ezeket az egyház erekéket Székesfehérváron, Esztergomba őrzik 7 pecsétes titokként, amit az emberek nem láthatnak. Most én ehhez azért álltam hozzá, és azért készítettem a nejemmel együtt, hogy közel tudjuk vinni a magyar emberekhez, ami tényleg egy olyan nagy dolog, hogy ahány helyen részt vettünk velük, akkor az a látvány, hogy oda jöttek és megkönnyeztek, és kezünket rázták, és megcsokolták a koronát, keresztet, hogy tényleg nekünk is kicsorult a könyv a szemünkből. Most visszatérve, nagyon-nagyon nehéz volt megcsinálni, de hát ezeknek is mind nagyon nagy múltja van, hogy annak idején ez az eskükereszt a 1300-as évektől a királyok koronázásánál használták. Ezelőtt 55 magyar király ennek a nem a második, hanem az eredetiét, 55 király tett el a hűségesküt. Magyarul a koronázás, amikor történt, akkor előtte a király előtt tartották az eskükeresztet, és ezelőtt mondta el a hűségesküt a 55 magyar király. Hát elején ezüstből készítették, több kézen ment keresztül, több tulajdonba volt, és ahány tulajdonos volt, mindig valamit alkottak rajta. Tehát nagyon sokféle módon átalakították, aztán most ez lett a végső formája neki. Hát ennyit tudok róla mondani. És készült még valamilyen más ékszer, vagy más erekje? Igen, készült.
Hát a Szent Istvánhoz kötődő jelen pillanatban a Lancia Regis, a király láncsája, aminek szintén óriási múltja van, az a 400-as évekre vetíthető vissza, és akkor készítették, a kovácsolt vasból készítették, és hát most visszamegyek a történelemre, van, ahol azt írják, hogy az még Attilának is volt a tulajdona, és avval különböző csatákat nyert, illetve volt, akik azt mondják, hogy Attilát ezzel győzték le, tehát magyarul nem a lándzsával, hanem aki ezt birtokolta, ezt a lándzsát, az olyan misztikus hatalomba részesült, hogy ezáltal különböző csatákat nyertek meg. Tehát így elmondhatom, hogy Nagy Károly 47 hadjáratot nyert ebben a lándzsával. Akkor ez a lándzsa Szent István az úgy került, hogy a sógorától, Otto császártól kapta ajándékba, amikor koronázta. Tehát a koronát is tőle kapta. És ő neki szintén a koronázáshoz hozzá tartozott ez a Lancia Regis, a király lándzsája. Most a király lándzsáját is hívják király lándzsájának, hívják a végzett lándzsájának, illetve a úr lándzsája és szegének, mert annó, amikor ezt elkészítették, ez egy tömör lándzsa volt, és utólag munkálták úgy meg, hogy a belsejét úgy képezték ki, hogy a Krisztus keresztjének egyik szegét belefonták. És azért van a Lancia Regiszen rajta az a felirat, hogy az úr lándzsája és szege. Tehát több éveken keresztül, hol nem találták, több 100-200 éveken keresztül, tehát a vége az lett, hogy ez még Hitler kezébe is, a birtokába is volt. Jelen pillanatban Bécsben a kincstár őrzik, és egy éven keresztül több turista csoport megy ki, és látogassa meg a lándzsát, mivel ez a világ egyik leghíresebb erekéje. Hát ennyit tudtam róla elmondani. Tehát az önök munkássága úgymond egyedülálló az országban. Ennek a híre, hogyha jól tudom, akkor Lengyelországba és Ausztráliába is eljutott, ugye a rendezvényekről készült videófelvételeket ott megtekintették. Igen, Krakóba, Pálosrendben. Minden felvétel, videófelvétel, fotók el vannak küldve, illetve Ausztráliába is el vannak küldve, és el vannak téve. Máltára is el van küldve, és Jeruzsálemben is. És a teljes kollekciónknak, tehát a egyházi és nemzeti erekéknek a levédetése is megtörtént, Fővárosi Bíróság által és a Történelmi Szent Lázár katonai sispotályos lovagrend a fővédnöke. És a közeljövőben merre fognak menni ezek az ékszerek, ezek az erekék? Hol lehet őket majd megtekinteni? Ami eddig biztos, március 15-én az ünnepség keretében Aszódon leszünk, ahol szintén állampolgársági eskütétel lesz, 29 fő fog esküt tenni. Kányádi Sándor író emlékestre is elmegyünk, részt veszünk a teljes kollekcióval. Itt a Kányádi úrnak a portréja is átadásra készül, amit elkészítettem. Június 2-án Budapesten a Cserhát művészkör tavaszi díjkiosztó gáláján veszünk részt. Augusztus 20-án délelőtt Aszódon, délután Bagon leszünk. Időközben Mária Besnyán a Nagyboldogasszony bazilikába is fogunk menni, még a pontos időpontot nem tudjuk, hiszen akkor lesz a Szent Család festmény is átadva, és Nagyvárad mellé Szent Jobbra is kaptunk erre az évre meghívást, és hát még ezen kívül
biztos, hogy nagyon sok felkérés fog jönni, hát majd igyekszünk mindenhol ott lenni, mert ez nagyon fontos az embereknek, hogy ott legyünk, hogy részt vegyenek. Tehát majdnem, hogy nemzeti érdek. Igen. És nemzetügy. Igen, ez a dolog. Hát a magyarság és a nemzeti. Így van. Így van. Esetleg a jövőben mik a tervek? Mik fognak elkészülni? Vagy mi formálódik már az agyakban? Hát szeretném elkészíteni, ami tényleg megint egy nagyon nagy munka, a Boldog Gizellának az erekéje, ami tényleg minden erőmet bele kell vetni, meg a nejemétnek is, hogy szépen képes, hogy az tényleg valóban eredetihez hasonlítson. Illetve, hát ami nem is nagyon ehhez vonatkozik, a Láncidat szeretném elkészíteni. És hát ami még terve van, már nem csak terve van, készül Bagra a Szent István kardja, illetve hát egy ilyen szoborféleség, amin szerepelne a Szent István kardja, fölötte az országalma a koronával, és a másik oldalán a Lancea Regis, a király lándzsájának, mivel hogy Szent István a első magyar pénzt ő verette, a Lancea Regis, a ezüst denár, illetve az arany pénzt, amit külföldön is már elfogadtak. Tehát a ország, amelyek a másik felén lenne ez a Lancea Regis, és az első oldal meg a korona. És ez az egész 3,5 méter magas lenne, és hát elkezdtem készíteni, most már olyan stádiumban van az egész, hogy már az megvan, hogy kik állítanák be, és milyen gyönyörű lenne a körülötte piros-fehér-zöld kövekkel lenne kirakva, márványlapra rá írva Szent István intelmei, illetve kikészítették ezt. Hát jelen pillanatban szeretnénk, ha a Bagona Petőfi téren állítanák föl, tehát ez még a jövő kérdése. Hát mégiscsak egy Szent István emlékmű, és hát ajándékba készítjük. Szeretnénk, hogyha ugye ezt Bag elfogadja, akkor központi helyen hát mindenképpen közkincs válna belőle a faluban. Ezután készülne Aszódnak, de hát nem ugyanezt, hanem egy kicsit más, illetve Veresegyháznak ígértük, tehát ajánlottuk fel. Most készítettem el a 16. kerületi önkormányzatnak, szintén felajánlásra a Szent István kardját, az 2,5 méter magas, ami már jelen pillanatban kész van. Hát június 2-án lesz annak a átadása. Felállítása, megszentelése, és ennyi eddig. Azt hiszem, hogy bőven elég is. Hát és a csókkeresztnek is nekiálltál. Hát igen, a csókkereszt az meg... Az mikor lesz kész, nem tudjuk, mert az borzasztó nehéz. A csókkereszt az meg olyan célt szolgált a történelembe, hogy amikor mentek a bazilikába vagy székesegyházba a királyokat koronázni, akkor befelé mellett elítették a csókkeresztet, amit meg kellett csókolni. Tehát bementek, megtörtént a ceremónia, jöttek ki, ugyanúgy kifelé és meg kellett csókolni, azért csókkeresztnek hívják. Hát az is egy nagyon nagy munka lesz. Hát maga az a csókkereszt biztos lesz egy éves munka. Tehát az nagyon sok lesz. És ezt a képzőművészeti vagy művészeti munkát, ezt hogy utalmazták ez alatt az idő alatt? Voltak-e kitüntetések, díjak, amik ezeket a gyönyörű erekéket jutalmazzák? Persze kaptunk jutalmat, tehát a Szent István emlékérem aranyfokozatát is megkaptuk, de igazából nekünk az a jutalom, amikor elvisszük, amikor megnézik, amikor tiszteletüket teszik, sírnak előtte, letérdelnek. Volt olyan, például a Mária Besnyői Bazilikában, ott még mi is végig sírtuk.
külön busszal jöttek több országból, és igazából nekünk ez az elismerés, tehát most nem az, hogy most kapunk valamilyen díjat, vagy ilyesmit. Tehát persze az egy jó dolog, meg örülünk neki, de nekünk ez a legfontosabb, hogy az emberek örülnek, és eljönnek, és minket is boldoggá tesz. Ehhez még annyit szeretnék hozzátenni, tehát hozzátartozik ehhez a nemzetéreiknek a kiáltásához, bárhova elmegyünk, úgy van megszervezve, hogy bevonulása. Tehát ahány erenkénk van, mindenki visz egy erekét, és úgy vonulunk be a magyarok világhimnuszára, melyet Dobos Attila énekel, nagyon gyönyörű. Csak nagyon sok helyen nem tudjuk ezt megtenni, mert olyan tömeg van, hogy egyszerűen nem tudunk bevonulni. Igen. És akkor oda tesszük az asztalra, és megemlítik a kép, a bemondó, elmondja az erekéket, hogy mi micsoda. És például most legutóbb, amikor voltunk a Páci Székesegyházba, ott sikerült bevonulni, de viszont ott a püspök után azt mondta, hogy ennyien még a Székesegyházban nem voltak. Akkor Domonyban is teltház volt, ott is úgy tudtunk bevonulni, hogy egyesével, mert olyan sokan voltak. De bárhova megyünk az erekékkel, rengetegen vannak, és tényleg sokszor nem tudjuk, hogy vonuljunk be, mert pedig hát ugye ő felsége a Magyar Szent Korona, még ha másolat is, de ugye az egyház által, a bazilika által felszentelt erekék közé tartozik, és hát sokszor gondot okoz, hogy milyen úton, útvonalon tudunk bemenni, mert azért ezt a tiszteletet meg kell adni a koronának. Hát köszönöm szépen a kapuházas párnak, hogy beszélgettünk egy kicsit a munkásságukról és a munkájuk eredményéről. És én azt mondom a kedves nézőknek, hogyha lesz lehetőségük, akkor mindenképpen menjenek el egy olyan rendezvényre, ahol ezek az erekjék és ékszerek megjelennek. Hiszen ezek nemzetünk kincsei, vagyis azoknak a másolatai, és ez a munkásság, amit a kapuházas pár végez, ez nemzetünk erkölcsi nagyobbodását szolgálja. És én itt kérem a Jóistennek a segítségét az ő munkájukra, és jó egészséget kívánok a jövőben is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Önök a Porta 35. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Várjuk Önöket hamarosan új témáinkkal. Műsorainkat megtalálják a www.regioplustv.hu oldalon a videótár menüpont alatt. Viszontlátásra! Viszontlátásra!